A mellúszás a 18 éves fiú erőssége, aki 50 méteren kétszer is nyert szerb bajnokságot az ifjúsági kategóriában. Mint mondja, nehéz összeegyeztetnie a tanulást és az edzéseket, de a sport a szenvedélye, és szilárd családi háttérrel könnyebben veszi az akadályokat. Nincs példaképe, de az 50 és 100 méter mellúszás világrekorderének, a brit Adam Peattynek a versenyeit szívesen nézi. Igazából nekem nincs példaképem. Én olyan gyerek vagyok, aki nem másokért úszik, szóval nem olyan akarok lenni, mint ők, hanem én akarok lenni. Szóval én egy külön személyiség vagyok, és én úgy úszok, ahogy én úszok, és én olyan leszek, amilyen én leszek. Szóval én nem nézek másra. Balázs immár 5 éve Miroslav Udicski edzi, aki hamar rájött, hogy milyen tehetséges fiú került a kezei alá. A közös munka megkezdése után fél évvel a fiatal úszó már vajdasági junior bajnokságot nyert. Početku videl, kad sam počeo da radim sa njim, da je izuzetno talentovan, perspektivan, tako da mi nije ni bilo teško da uložim trud u njega. Iako je to na početku bilo daleko od nečeg ozbiljnijeg, ali eto, posle se pokazalo da sam bio ipak u pravu. Balázs végzős középiskolás és az 50 méteres mellúszás a fő száma, ahol 29,4 másodperc a legjobb eredménye. Annak ellenére, hogy nem úgy él, mint kortársai, hiszen alázat, sok munka és lemondás kell ahhoz, hogy felállhasson a dobogó legfelső fokára. Folytatni szeretné a sportot, és egyre jobb eredményekre vágyik. A gimnázium után szerintem ide a főiskolá, a Szabadkai Műszaki Főiskolára megyek tovább. Folytatom ugyanígy az úszást, amennyire bírni fogom. Nem tudom, hogy mennyire lesz nehezebb a tempó, mint itt a Kosztolányba. Ameddig fogom bírni, addig nyomni fogom, maximálisan teljesítek, és megnézzük, hogy mennyire lehet kitolni a küszöböket. Farkas Balázs jövőre már a felnőttek között szerepel, és ha továbbra is szorgalmasan készül, akkor akár a válogatottba is bekerülhet. Tervei között szerepel, hogy teljesítse az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintidőt, de márciusban újra megküzd az országos bajnoki címért is. Bár még korainak tartja, de az olimpiai részvétel felé is kacsingat. Jövőre Tokióban még biztosan nem szurkolhatunk neki, de a 2024-es párizsi olimpián már mindenképpen szeretne részt venni.